Elnök úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Engedjék meg, hogy a mai napon két fontos ügyben irányítsam a figyelmüket a magyar kenyérre, illetve a kenyérre, amely azt gondolom, hogy valamennyiünk számára fontos éltető erőt jelent. 1979-ben az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete FAO döntése alapján október 16-át élelmezési világnappá nyilvánította. A célja az volt, hogy az emberiség nagy részét sújtó élelmezési gondok fenntartásában, erre a való mozgósításban felhívja a figyelmet. 2001-ben a Pékek Világszövetsége október 16-át a kenyér világnapjává nyilvánította, amelynek a célja a kenyér jelentőségének, mint a világ legfontosabb élelmezési cikkének a hangsúlyozása. Tisztelt képviselőtársaim, kettős jubileum ez a mai. Két szervezet, amelyik arra irányítja a figyelmet, hogy a kenyér az élet, az életünk része. A kettős jubileum alkalmából a MAGOSZ, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Kenyér Alapítvány és a Magyar Pékszövetség úgy határozott, hogy az eddigi jó együttműködésüket megpecsételve írásban is egy hosszú távra szóló együttműködési megállapodás köt. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem a karzaton helyet foglaló a Magyar Pékszövetség delegációját, Sette József elnök úr vezetésével, akik azért érkeztek ma az országgyűlésbe, hogy közösen is felhívjuk mindenkinek a figyelmét arra, hogy a kenyér az életünk része. Tisztelt országgyűlés! A megállapodás létrejöttében nagyon fontos szerepe volt annak, hogy a Magyarok Kenyere program bonyolításában a Pékszövetségre mi mindig igazán, mint komoly szövetségesre számíthattunk. Az a meggyőződésünk, és engedjenek meg néhány gondolatot a programról szóljak, hogy a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem a Kárpát-medence magyar gazdáinak az igazi sikertörténete. Ez a program 11 évvel ezelőtt a magyar gazdák szívéből fakadt, ezt a programot senki nem indította el, úgymond. Ezt a magyar gazdák önként határozták el, és vitték sikerre. Az első esztendőben 10 tonna gabonát gyűjtöttek össze, ez a 10. évben már meghaladta az 1000 tonna gabonát. Az első időszakban egy megyényi terület összefogása, területen lévő gazdák összefogása volt, ez ma már a teljes magyar Kárpát-medencei gazdatársadalmat fogja össze. Sőt, ebbe a mozgalomba most már bekapcsolódott a diaszpora közönsége is. A diaszpora magyarsága úgy gondolom, hogy lélekben mindig velünk van, amikor a búzaszentelő ünnepét szervezzük meg, amikor a búzaösszentést ünnepét rendezzük, vagy éppen akkor, amikor az adományozás ünnepét. Egy kenyéren vagyunk, ez a jelszónk, ez a jelszavunk, és az a meggyőződésem, hogy ez lélekben összeköti, összekapcsolja a világ magyarságát. Tisztelt képviselőtársaim! A Magyar Pékszövetség úgy szintén nagyon komoly munkát végez, nagyon komoly feladatot vállalt magára, akkor, amikor ebbe az összefogásba részt kívánt venni. A Pékszövetség céljai egybeesnek a mi céljainkkal. Fenntarthatóság biztosítása sütőipari szektorban, mezőgazdasági termelésben. Korszerűen előállított egészséges, természetes adatékanyagoktól mentes élelmiszerek fogyasztásának ösztönzése, a kenyérrel és összetevővel kapcsolatos ismeretek bővítése a lakosság körében, a búzával, a liszttel és a kenyérrel kapcsolatos nemzeti hagyományok ápolása. Ez az, ami összeköt bennünket, a hagyományok ápolása, a kenyér tisztelete és az élet tisztelete. Ezen a napon, illetve 16-án, az évforduló napján az alapítvány, a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem alapítvány adományozott 500 kg lisztből a Pékszövetség üzemei vállalkozói sütik meg azt a kenyeret, amit a rászorulók számára biztosítunk. Hisszük azt, hogy valamennyiünk közös felelőssége,
hogy a magyarság, de a világ mindenhol élő, világban mindenhol élő emberek kenyerén mindenkor, asztalán mindenkor kenyér legyen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, Jakab alelnök úr. A kormány nevében Farkas Sándor államtitkár úr fog válaszolni az elhangzottakra. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt alelnök úr, képviselőtársaim! Az elmúlt évek a magyar agrárium számára komoly erőpróbát jelentettek, hiszen szinte minden ágazat valamilyen nem várt eseménnyel kellett, hogy szembenézzem. Az idei év az különösen nehéz volt, és nehézre sikeredett. Tudjuk, a koronavírus járvány okozta nehézségeket. A klímaváltozás következtében a tavaszi fagyok, a rendkívüli hideg és csapadékos május után a nyári csapadék összeg az Alföld jelentős részén 16 mm volt, de ugyanakkor az őszi, tehát a tavaly őszi betakarítású növények, a nyári betakarítású növények mintegy 1,5 millió hektáról 8 millió tonna terményt takarítottak be, ez egy jó közepes átlagtermésnek mondható. A búzatermésünkre ez ugyanez vonatkozik, 5 millió tonnás búzatermésünk van ebben az évben, amely biztosítja a hazai ellátást és még exportra is jut. Ugyanakkor a rengeteg gond és probléma ellenére azt is látjuk, hogy az ágazat jelentősége egyre inkább felértékelődik, sőt, mára nyugodtan mondhatom, hogy nemzetstratégiai ágazattá vált az agrárágazat, amely mintegy 20-25 millió ember biztonságos élelmiszer ellátását fogja tudni biztosítani azon fejlesztések után, amelyet ebben is az elmúlt évben elkezdtünk. Ahhoz, hogy az elmúlt években tapasztalható fejlődés ütemét tartani tudja az ágazat, ezért a kormány egy történelmi léptékű döntést hozott azzal, hogy a vidékfejlesztési program hazai társfinanszírozását az eddigi 17,5%-ról 80%-ra emelte, így mintegy 4.265 milliárd forint fordítható a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésére 2027-ig tartó támogatási időszakban. Az elmúlt évek során sorra jelentek meg azok a pályázati lehetőségek ezután is fennállnak, amelyek jelentős részben a versenyképességet, hatékonyságnövelést célozzák a beruházások megvalósítása területén, és úgy gondolom, hogy ez egy kitörési pontja lehet a magyar agrárágazatnak. Történelmi pillanatot él az agrárágazat, amely egyben a vidék megtartó képességét is szolgálni tudja. Fontos kiemelnem, hogy az élelmiszeripari stratégiai ágazat, élelmiszeripari szintén stratégiai ágazatunk nemzetgazdasági, sőt adott esetben nemzetbiztonsági célként is tekinthetünk erre. A magyar lakosság elsősorban a hazai élelmiszer előállítású termékeket keresse és vásárolja, ebben már komoly sikereket értünk el az elmúlt időszakban. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy a nyár folyamán az élelmiszeripari vállalkozások számára további 200 milliárd forintos kerettel hirdettünk pályázati lehetőségeket a technológiák korszerűsítésére. Az Agrárminisztérium számára alapvető fontosságú, hogy egy szoros kapcsolat legyen az ágazat szereplői és a tárca között. Az évek során mondhatom, hogy jó szakmai kapcsolat alakult ki a különféle szervezetekkel, amelyek közvetítik felénk az ágazat igényeit, problémáit. Ilyen stratégiai partnerünk többek között körünkben megjelent Magyar Pék Szövetség is, és a kötendő megállapodáshoz engedjék meg, hogy ezúton is gratuláljak alelnök úréknak és a szövetségnek. Tisztelt képviselőtársaim, a búza volt képes arra, hogy az emberiség több tízezer éves történelmében először megszüntesse az éhínséget, így lett belőle sütött kenyér az élet jelképe. A magyarok kenyere 15 millió búzaszem program indulásakor nem gondoltunk arra, hogy ilyen sikereket fog elérni, hogy ilyen társadalmi összefogás, ilyen gazda összefogás történhessék a Kárpát-medencében, nyugodtan mondhatjuk a Kárpát-medencében is, már talán a diaszpórát is ide vehetjük, ami komoly sikere ennek a munkának. A magyarok kenyere a Kárpát-medencei magyar gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú összefogása, igazi sikertörténet, amely egyszerre szimbolizálja a nemzeti megmaradás érdekében tett erőfeszítéseket és az egymás iránt érzett szolidaritást.
tisztelt alelnök úr említette ennek a világnapnak a jelentőségét. Úgy gondolom, hogy ez a világnap is rámutat arra, hogy mennyire szükség van azokra az élelmiszerekre, azokra az értékekre, amelyeket mi a Magyarországon, akár itt a Kárpát-medencében az agrárium előállít. Én hiszem azt, hogy ezek a termékek hosszú távon fogják biztosítani azt a biztonságos élelmiszer ellátást, azt a biztonságot, amely kipróbált időszaka volt a 2020 és a 21-es Covid éveknek. Én kívánok önöknek a megállapodáshoz sok sikert, és azt, hogy ez a megállapodás valóban szolgálja minden magyar ember biztonságos élelmiszer ellátását. Köszönöm szépen.